18. alkalommal is elstartol a Petőfi túra Kiskörösön. Május 21-én gyalog és kerékpárral is nekivághatnak a természet szerelmesei a különböző távoknak. A legrövidebb gyalogos az a 15 kilométeres, az ökördi elágazástól fog indulni, oda buszokkal szállítjuk ki az indulókat. A 20 kilométeres táv az egy körtúra lesz, az innen indul és ide érkezik, és a 40 kilométeres az pedig Izsákról fog indulni. Lesz két terepkerékpáros táv, a 40-es gyalogost azt meg lehet terepkerékpárral is csinálni, illetve lesz egy 70-es terepkerékpáros, ami ugyanúgy innen indul és ide érkezik, csak elmegy Izsákig, és onnan Solt-Szent Imre fele jön vissza. És lesz két országúti biciklis táv is, a rövidebb az 55 kilométer, a hosszabb az pedig 90 kilométeres lesz. Idén először nem a Petőfi Sándor Művelődési Központban, hanem a Szabadidőparkban lesz a nevezés. A rajt 15 kilométeren Erdőtelekről a Vadászháztól indul, 40 kilométeren az Izsáki Művelődési Háztól, 20, 70, kerékpáros 55 és 90 kilométeren pedig a Szabadidőparkból indul. Idén a szervezők egy klasszikus Petőfi túrával készülnek, ugyanis az elkövetkezendő években két nagyobb eseményük is lesz. Jövőre készülünk egy nagyobbal, ugye a Petőfinek a 200. szülinapja miatt, illetve hát utána évben pedig nekünk lesz, vagy a Petőfi túrának lesz a 20. szülinapja, és ugye a két jubileumi túra előtt most csak egy egyszerű, szokásos kis túrát rendezünk. Az idei Petőfi túrára május 15-ig lehet előnevezni az Eltájolók TSF Facebook oldalán, de május 21-én reggel 17:30-tól a helyszínen is lehetőség lesz a nevezésre.